tanácsokat, javaslatokat adjak. Kelemen István színművész elevenítette fel az Imre Herceghez írt intelmeket azon a délutánon, ahol a magyar anyanyelvű pedagógusoknak meghirdették a pályázatot. A résztvevőktől azt kéri a szervező Székesfehérvári Önkormányzat és a Szabadművelődés Háza, hogy államalapító királyunkhoz hasonlóan a ma fiataljai számára fogalmazzák meg az intelmeket. Mit mond ez a ma fiataljának, a ma gyermekének, de adott esetben én kinyitnám, hogy a ma felnőttei számára is. Mit jelent ez az etikai oktatás? Mit jelent ez a tudnivaló a 21. században, így 2013-ban? Sándor Fihert a szervező szerint a tanári pálya egyfajta szolgálatot jelent, ezért a pedagógusoknak nem csak az oktatás, hanem az erkölcsi nevelés is kötelessége. Azért tanárok elsősorban, mert úgy gondolom, hogy az ő részükről szolgálat. Szolgálat mindenképpen az, hogy ebben az értékzavarodott világban kiutat mutassanak. Én azóta kaptam hideget és meleget a pályázattal kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy utat mutatni a fiatalságnak dolgunk. Ez a kezdeményezés kiválóan alkalmas arra, hogy ráirányítsa a figyelmet a ma is érvényes mondani valóval rendelkező Szent István intelmekre. Ezt már Bakony István irodalomtörténész mondja, aki szerint ezt egyre kevesebben ismerik. Az intelmek szövege ma is él. Olyan igazságokat tartalmaz, amely a ma ember számára is fogyasztható, és a ma ifjúság számára is olyan mércét, morális mércét jelent, ami én azt hiszem, hogy a legfontosabbak közé tartozik. Ez megint más kérdés, hogy a mai világban az emberek mennyire fogékonyak mindenre. A pedagógusok június 30-áig küldhetik el írásaikat a Szabadművelődés Házába. A pályázat első három helyezettje mintegy 100 000 forintnyi vásárlási utalvánnyal gazdagodik.